200 évvel ezelőtt járunk. Ekkor élt ebben a Somogy megyei kastélyban a Bánó és Kacskovics család. A hatalmas és gyönyörű barokk kúriát viszont nem kerülhette el az államosítás. A kastély hamar omladozni kezdett, a park is megsemmisült. Néhány generációval később viszont a kúria ismét jó kezekbe került. Szeretettel köszöntelek benneteket, gyertek, megmutatjuk a házat a feleségemnek. Gyertek! Mocsai Lajos és felesége Csorba Virgyi. Ők azok, akik belevágtak a kastély felújításában 10 évvel ezelőtt. Akkor ez egy nagyon nehéz döntés volt, hiszen én úgy gondolom, hogy egy ilyen műemléképületet, ahol nagyon komolyak a megkötések, elég nagy felelősség fölvállalni, úgyhogy autentikusan felújítsuk. Nekünk mindig nagyon mély családi kötődésünk volt Felsőmocs családra, mert itt született az édesanyám, és tulajdonképpen ők soha nem jöhettek ide, csak a temetőig. Az egész családunk itt van anyai ágon eltemetve. Virginia nagybátyja vásárolta vissza a 90-es években a kastély egy részét, de a felújítás már rájuk maradt. Mikor felmerült az a kérdés, hogy na most akkor visszakerült ugyan egy része, de ahhoz, hogy ezt felújítsák, ezt most el kell adni, vagy el kell kótyavetélni valakinek, vagy valaki a családból megcsinálja, akkor valakinek fel kellett vállalni. Az ember 10 év munkáját, amit kézilabda Bundesligába töltöttünk el, az ember a saját családjára, 4 gyerekére, vagy a saját jövőjére költi, vagy én úgy gondolkodtam, hogy a Virginia szülei ősein keresztül megpróbáljuk ezt a házat, ezt a történelmi színteret úgy megmenteni, hogy majd esetleg a gyerekeink számára jövőt biztosítunk vele. Mocsai Lajos jó házigazdához méltóan körbevezetett minket a kastélyban és annak környékén. A történelem egy darabja tárult fel előttünk, még Mocsai Lajos fiatal éveiből is. Nagyon komolyan gondolkodott a család azon, hogy az emberek boldoguljanak, és hát nem csak, hogy házakat építettek, hanem gondoskodtak róluk. És amikor én ide udvaroltam, van egy nagyon érdekes történet, hogy soha idáig nem jöttünk be, és én nem is tudtam, hogy ez létezik. Csak mikor kézzel jel megjöttünk, akkor az emberek a feleségem édesanyját körbevették, és pillanatok alatt a kis autómat élő kacsa libával, tyúkat telihorták, és mondtam nekik, hogy én a Bartók Béla 5. emeletén lakom, mi lesz ebben a sok állatom, mert hogy én nem vagdosom le őket ott fönt a szemeten, az biztos. A mediterrán környezet felújítása mellett az egész kastélyt renoválni kellett. Tulajdonképpen ez egy 60-63 méteres épület, 14 és 12 méter szélességben, 2 szinten működik, úgyhogy én azt gondolom, hogy ezt mínusz 1 méterrel a szigeteléstől a tetőtérig kellett rendbe tenni, úgyhogy ez egy viszonylag komolyabb erőfeszítés. Azért van még olyan rész, aminek felújítása várat magára, így a kastély mellett álló 200 éves istállóé. Az Eszterházy grófnak a főmérnöke tervezte, és aki ismerte régen a tatai lovardát, ahol a gróf a lovai között reggelizett minden nap, és egy gyönyörű boltíves. Na most annak a pandanya van itt bent egy 20 méteres viszonylatban, egy gyönyörű, csak hát mind romos állapotban, és hát ahogy látszik, mind a külső falak, sőt az északi oldal, ami földben van, még sokkal romosabb. Mivel ez is a házhoz tartozott, ezt is szeretnék felújítani, és ennek keretében a lovas kultúrát visszahozni Felsőmocsoládra. Na de ez még a jövő zenéje. Mögöttünk az 1700-as évek közepén épült vázsonyi kúriát látjuk, ami szintén hozzánk tartozott. Itt kezdődött a történet, hogy a feleségem nagybátyja, aki a sarki szobába született, a kék szobába, ezt visszakapta egy pályázaton is, és felújította. Utána kezdődött az, hogy mi bekapcsolódtunk. Most, hogy körbenéztünk kint, és tudjuk a család történetét, ideje bemennünk. A 22 szobás kastély bőséggel tartogat még érdekességeket. Persze a kézilabda sem hiányozhat, innen sem. Hát ez a szoba az én dolgozó szobám, ahova vissza szoktam néha vonulni. És hát nem is az én kezdeményezésem, a család unszolására az összegyűlt elmúlt 30 év küzdelmei a világ élvonalával itt jelennek vagy tárgyasulnak. Ez a kis ezüst, tiszta ezüst, ez 86 a világbajnoki ezüstérme, amit annak idején a NOB elnöke adott át személyesen a csapatnak is, jó magamnak is, hogy ez egy világbajnoki döntésére. Ez egy nagy büszkeség, 1972-ről van szó, és ez a Krupps műveknek, a Kruppnak, aki ugye elég komoly fegyvereket is gyártott a világon,
ők azok, akik a Müncheni olimpia felé futva a fáklyát elkészítették, és akkor ifjú válogatott lévén, ifjúsági válogatott Szeged városába, azon néhány ember közé tartozhattam, aki a lángot München felé tudta továbbítani. És most térjünk vissza a kastélyhoz. Ahol tudták, megmentették vagy visszaállították az eredeti állapotokat. Ez például egy 200 éves ajtó, sőt itt-ott a korhű falmintázatok is visszaköszönnek. Na de még ennél is érdekesebb dologra bukkantunk. A családnak egy nagyon fontos múzeális értékeit őrizzük, ez a díszmagyar ruha, és történetileg azért érdekes, mert a Bánó Máriának a ruhája az édesanyjáé, nagypapáé, Bánó Iványnér, és a Kacskovics Virginiáé, ő pedig a nagymama volt. És ami érdekes az, hogy az elegáns díszmagyar, amely eredeti egyébként megőrződött a család, meg tudta őrizni. A Bánó Kacskovics família története egészen az 1260-as évekig visszavezethető. Így talán már sokkal inkább érthető, hogy miért olyan fontos a családnak az értékmentés. A kastély szállóként működik, kiállítások, konferenciák, pihenő vendégek fogadására alkalmas. A mediterrán környezet pedig gyönyörű esküvőhelyszín lehet. Fiúkét, Mocsai Tamásét is itt tartották, és remélik még sok házasság köttetik meg náluk. Csak olyan házasságot kötünk, ami tartós is lesz. Remélhetőleg, és sok gyermes áldással. És bő jár. Gyermek áldással jár. Hát eddig ez elég pozitívak, mert már van hány gyereked van innen? Legalább már négy. Három-négy, aki itt köttetett a házasság, és már négy gyerek született a különböző házasságunkban. A szálló egy családi sziget is, ahová visszavonulhatnak, ahol az ünnepeket közösen eltöltik. Abban a feladatban nőttünk bele, ami így történelmi visszatekintésben érdekes dolog. Tehát akik megépítették, nagy szeretettel használták, aztán volt egy korszak, amely tönkretette, van egy korszak, ami most újraépíti, és reméljük, hogy lesz egy korszak, amely élvezni fogja. Céljuk megőrizni a családi múlt egy darabját, és továbbadni gyerekeiknek, hiszen úgy tartják, a jövőt csak a múltból lehet felépíteni.